A videó támogatója a Kinyeri Profi Tippadó oldal ingyenes és prémium opciókkal. Nézd rá az oldalra, rengeteg közösségi lehetőség, kuponok és szerencsekerék is vár. A tippversenyen nagy pénznyeremények, privát csoportok meccselemzéssel, bónuszrendszerrel. www.kinyeri.hu, kizárólag 18 éven felüliek számára. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Ferencvárosi Batman, a mai videóban pedig karrierezünk végle a bolondozásnak, nem tudom milyen tökömet hülyéskedek itt, át kell alakítani a Ferencvárost, nyomatni kell ezerrel, hogy még keményebbek legyünk, be kell látnom, hogy ez a pad, hogyha most nézz oda, full fáradt mindenki, remélem, hogy majd azért magukhoz térnek, de a Premier League hajtása az olyan, hogy kijönnek a sérülések, a FIF nézz oda, 82-es lesérült, és kellenek az olyan emberek, akikből lehet meríteni a kezdő csapatba, és nem egy 73-asokkal teletűzdelt kezdő csapattal vágunk neki az adott Premier League mérkőzésnek, mert az ciki. Az valljuk be, hogy ciki. Úgyhogy figyeljetek, még jobban átnéztem a transfer listet, az ingyen kilistázhatókat, rengeteget átnéztem, és elgondolkodtam jó pár játékosom. Ahhoz viszont majd eladni is kell, hogy ezek működjenek. Tehát itt kilistáztam magamnak ezt a Weisbecket, 27 éves. Amúgy az nem öreg, és csomó trétje van, és nagyon sok értéke zöldbe van, tehát az azt jelenti, hogy ilyen 70-80-as közeli játékos lehet, én taksálnám így egy 75-ös, 76-osra, és ez egy szélső, illetve támadó középpályás, nekünk tökéletes, bárhova is neveljük ki, majd meglátjuk. Úgyhogy az nagyon jó, találtam egy Ángel Di Mariát, ez poén amúgy, Ángel Di Maria 77-es szegény, csereként nagyon szívesen látnám a csapatba, illetve van egy Alexandro, aki amúgy még mindig jó, tehát azért elég jó passzol, meg védekezik, ő 33 éves, Di Maria, aki rohamosan romlani fog a dolog nála. Blankót is megnézném, hogyha a fizetését ki tudnánk kalkulálni valahogy. Úgyhogy nagyjából ilyeneken gondolkodtam, a scoutok éppenséggel nagyon rajta vannak a dolgokon, hogy ezek működjenek. Hát itt a pénzek, a büdzsé az egy picit gyenguszka most, de nagyon sokat költöttünk, de picit pörgessük meg ezt az időt, és akkor nézzük meg. Amúgy is egy kupa mérkőzés jön, úgyhogy egészen jónak tűnhet, hogy itt egy ilyen kis hangolódás. Remélem, hogy tényleg nyerhetünk. Oké, nem szabad lemaradnunk az átigazolásokról, ez biztos. Mukokot elvinnék, aha. Fabio Blanco szeretne most már találkozni velem, illetve Denayer, nézzük meg ezeket a offereket. Szalajati nem, igen, Mukoko 17 millióért, de kire szweppelnék? Dansbury Hall. Egy 80-asra, és még pénzt is kapnék. És adnának egy Dansbury Hallt. 26 éves, még fejlődhető, de már alapból egy készjátékos Dansbury Hall. Ajjajajajaj, nem is rossz. 19,5 milliót ér. Kemény a ball kontrollja, nagyon jó a passzolása, kifejezetten korrekt. Denayert nem adjuk el, őt nagyon szeretjük. Mukokót annyira nem szeretjük, mármint nekem valahogy mindig volt vele problémám, de nagyon olcsón vettem meg, és ilyen lipcse voltam, hogy fejlesztettem a játékos, majd eladtam jó pénzért. Picit felemeltem az összeget, remélem elfogadják. 19 millió KP, plusz 19 millió ugye maga a játékos. Elküldjük neki. Én így elengedem Mukokót. Óriási tehetséget, hatalmas csatát nyernek. 18-1. Jó, counter, nem. Figyelj, papa. 19. Nem, add már oda azt a pénzt, egy zseniális csatárotok lesz. Úgy nevelgethetitek a Leicesterbe, ahogy akarjátok. Elfogadták. Úgy nevelgetik, ahogy akarják. Lehet, hogy találkozunk majd a Leicesterre, és már 82-es lesz Mukoko. Ő dolguk nekem nem jött be. Adamut, illetve Marquinhos sokkal jobban szeretem. Ez a Dansbury Hall meg már egy komplett 80-as játékos. Nagyon jó középpályásaink lesznek. Úgyhogy ez a swap deal, ez egészen jól alakul. Úgyhogy meg kell még egyezni itt. Dansbury Hall-al. Important szerepet szeretne a keretben. 26 évesen sokat fejlődhet.
Legyen fiam. Jól van, oké. 3 éves szerződés. Elfogadható nekik, oké. Jól van. Vagy van ilyen, hogy férfi játékosnak nő a menedzsere? A valóságban? Ez érdekelne. Fizuban szeretne 44 ezret. Most megint az a baj, hogy... Nem, jó lesz ez, meg tudjuk neki adni. Hát ezt a bónusz, 10 gólos bónuszt is megadhatjuk neki, mert hogy ő nem fog 10 gólt szerezni, ez fix. Szerintem. Levisszük 40 ezerre, és egy picit elveszünk az aláírási bónuszból. Így. Mit szólsz ehhez? 44 ezer, jó, viszont, hát jó, mindegy, jó. Nem akarok itt cseszekedni. Dansbury Hall! Na, hát ilyen szempontból, akiket korábban ingyen igazoltam, az gyenge Mukoko a viszontlátásra. Köszönjük szépen a nyújtott teljesítményt. Nem volt túl acélos, Ádámnak annó a tippet. Köszi, bocs, nem vált be. Úgyhogy ti javasoltátok, de többen is írtátok, de valahogy nem vált be. Na jó, oké. Viszont most, ha ahogy látom, akkor van pénzünk? Nem, nincs pénzünk, úgyhogy várni kell egy kicsit. Játszunk egyet, és akkor teljen az idő, megtörténnek az átigazolások, nyélbe ütődnek az üzletek, és akkor lesz pénzünk, és még egy meccsünk lesz majd ezt követően még kipróbálni a játékosokat. Jó. Cambridge ellen játszunk? Cambridge United ellen játszunk, Town Parkba, ez egy nagyon gyenge csapat, tehát tényleg az angolnak a leglegalja, úgyhogy nyernünk kéne. Van der Voort fog védeni, egyértelmű. Illetve szeretnék olyan játékosokat játszatni ismételten, akikben még van potenciál, Hosszolajati 83-as, az szép. De kevesebb szerepet kapnak, úgyhogy Alonso ezek szerint nem megy el, hogyha nem megy el, akkor viszont játszania kell. És Lajduninak is valahogy nyomatni kellene ezeket a játékosokat, mert az, hogy ők itt lemaradnak a többiekhez képest, az nem opció. Úgyhogy muszáj nekik is játszani. Fú, a többieket nem tudom, tehát ezek meg már el lesznek adva. Tehát itt nem, nincsen szó ilyesmiről. Esetleg játszhat még szerintem Botka is, bár ő is nagyon idős, nem tudom, mit szeretnék vele én még kezdeni. Knustert is behozzuk csereként, Lunin helyett pedig, hát nem tudom, legyen ott egy Kerkez, mert ő is nagyon fiatal, tapasztalja meg ezeket a meccseket. Picit felforgatott keret, de azért ott van Adamu, ott van Van der Voort, Szalai Attila, tehát azért ez nem egy vesztes csapat. Ott van Vega, nézz oda. Nyernünk kéne. 2025-öt ír a naptár, és itt vagyunk az FA kupában. Kötelező győzelem a Cambridge ellen, akár több gólos győzelmet is várok én. Úgyhogy reméljük, hogy ez össze fog jönni. Fradi buszról leszálltak a srácok, süt a napocska, mindenki meg ebédelt nagyjából, ilyen ebédidő lehetett. Tél van, úgyhogy mindenki ballonkabátban, pufi jackiben, nincsen teltház. Gondolom, hogy nekik a Ferencváros nem egy nagy eresztés. Ez van. Mi azért örülünk. Maroknyi szurkoló. Ferencváros jegyek, amiket kaptunk így a vendégszektorba, az néhány százban kimerül. Reméljük, hogy egy jó meccset láthatunk ettől függetlenül. Nincsenek digitális reklámtáblák, meg semmi ilyesmi. Maradunk a papírtábláknál az Emirates FA kupában. Reméljük, hogy nem egy Iváncsa elleni produkciót láthatunk, ugye. Magyar kupában azért megmutatta a Fradi, hogy tud a békösegge alatt is játszani, pedig ott volt Lajdun is akár. Ceballos, Chadwick kapja a bónuszt a védésért. Hát ez Premier League szintű védés volt. Ceballos szépen eltekerte. Azt a mindenit. Ez igen. Ez komoly volt, amúgy meglepett. Elmegy keresztbe a fejes. Mi nyomunk, amennyire csak lehet. Nézzük is, hova lehet ezt tenni. Botka. Ez a Cambridge Unitednek milyen szurkolása van, amúgy ne csináljátok már. Hát durvábban szurkolnak, mint mi egy hazai meccsünkön. Ceballos. Be akartam cselezni magam, nem jött össze. Egyáltalán nem jött össze. Knips!
Majd Smith. Természetesen meg fogjuk nézni, hogy hányos értékelésűek ezek a Cambridge játékosok. Fél időben mindenféleképpen kitérek erre. Nagyon érdekel egyébként, szerintem ilyen 60-as körül lehetnek. 70-esük szerintem nincsen. Ha igen, az meg fog lepni. Új, Thunderbolt, ez előni ők is tudnak. Óriási öröm a lelátón, hogy a Ferencváros ellen tudtak lőni. Ez nagyjából olyan, mint egy másodosztályú csapat játszanánk a Magyar Kupában. Szerintem azért harmadosztályban nem, tehát annál jobb a Cambridge, de egy jó soroksárnak beillik. Még mert szín alapján is hasonló. Thunderbolt. Haladjunk, haladjunk. Ceballos. Ray. Az megy át a másik oldalra. Vega. 85-össel a legjobb, tehát igazi sztár mexikói válogatott sztárként van itt. Úgyhogy neki nagy a teher, mint ahogy Szalai Attilán is, hiszen ő a magyar válogatottnak a vezére a védelembe, úgyhogy meg kell mutatnia, hogy milyen jó. Mint ahogy Raynek is, mint fiatal, kellene fejlődnie. Át, nem. Nem. Lajduni. Ceballos összeszedi azt a labdát. Lajduni. Nagy lövési kísérlet, nagy gól. Lajduni 16-oson kívülről. Nem volt olyan erős a lövés, de jó volt helyezve, illetve a kapus pontszáma is indokolja, hogy nem tud mindent kivédeni. Lajduni megszerzi a vezetést a Ferencvárosnak. Ez szép volt. Korrekt, jó helyezett lövés. Tetszetős, tetszetős. Vezetünk 1-0-ra. Ennél több kell majd persze. Szerintem az egy az kevés. Bármikor benne van, hogy beszívjuk. De már nem rossz. Már nem rossz, hogy van egy nullán. Ré, az elment a fenébe. Az Szalajati. És lefülelik folyton a passzaimat. Ez kellemetlen. Botka. Elment Botka mellett. Az se volt egy szép mozdulat. Lajduni, jól teszi ki, Vega, nézzünk egy tempót, Vega egyértelműen lefutja az ellenfelt, viszont Dunk sokkal jobb pozícióból oldotta meg a helyzetet, nem minden a futás, Sammy Mae maga elé veszi a labdát, majd ad egy jó paszt, igaz játékot láthatunk. Szép passzolgatás, Csivics is ott van, Csivics is lőne egy gólt, mint védő, ő azért gyakran becsatlakozik az ilyen szép támadásokhoz is, legalábbis próbálkozik, Botka. Kicsit öregnek érzem, de azért a szerelés az megy. Knips. Dunk. Toljuk meg, nyomjuk le. Szalajati. Az jó. Az nagyon jó. Lajduni. Kicsit magas láb volt, de a bíró szerint ez még belefér. Az átívelés Vegának ismételten pontatlan. Ez már sokadik ilyen próbálkozás. Sanchez. Cambridge is, Sanchez, óriási zicser szituáció, Adamu várná a labdát, meg is kapja Adamu, ki kéne lőni a kapus szemét, ellövi keresztbe. Adamu az új Mukoko. Már a Cambridge-i újságok is arról pletykálnak, hogy Mukoko vajon mikor és hova igazol, ugye ezt még csak mi tudjuk házon belül, hogy a Leicesterrel lesz itt egy csere, esetleg valamilyen hírforrások kiszivárogtatták, paparazzi fotó, Fabrizio Romano, Knips, mekkora jó passzok, Smith, kapufa, Jézusom, hát nem rajtunk múlott, hogy a kukásmezes Cambridge majdnem átvette a vezetést, ez egy szép szituáció volt, mászni, hogy van kapunak fája is. Vega, gyere, hol viszed? Kivel löveti a gólt? Alonso, te madárfióka! Hogy hagyhattad ki? Amíg Ceballos át is ugorta azt a szerencsétlen labdát, minden a kapus a földön fetrenget, üres kapura kellett volna belőni Alonso. Hát csatár vagy fiam, nem is egy bohóc, de mégis annak tetteted magad. Miért? Ádámú egy jó felrugás, az mindig kell. Lajduni. Lajduni megint. Lajduni, hova viszi még azt a labdát? Lajduni!
Az eredeti Ferencvárosból nem sokan maradtak, tulajdonképpen senki, de Lajduni akkor is itt van. Egy jó kemény lövés 109 km per órával. Lajduni az eredeti Ferencvárosból itt nyomja. És rendíthetetlen 79-esre fejlődött, ami szerintem egy korrekt szint és megtartós, erősen megtartós Lajduni. Ray! Bár ezért valljuk be, hogy Ryan Mahé szép karriert futott be, hiszen az Arzenálba focizik. Jó pénzére adtam. Na, ott a maroknyi fradista, hát innen meg tudom számolni, hogy kb. 150-en lehetnek. Az odacsúszás nem volt szép, lövés nem lett belőle. Ceballos! Ceballos lövése! Mellé száguld. 42. perc, első félidőnek lassan vége. Eléggé egyértelmű a meccs. Azaz Gambridge-i kapufa, az mondjuk azért kemény volt. De amúgy minden jól alakul. A Van der Voortot összekeverjük egy Cambridge-ivel. Botka is jön. Szépen passzolgatnak a srácok. Adamu passzol. Alonso katasztrofálisan rossz lövés. Ezt a mindenit. Ez botrány rossz. Használhatatlan szar. És lassan le is fújja már ezt a fél időt a bíró. Még egy Adamu lehetőség? Nem. A cselek nem jöttek össze. Alonso meg rosszul helyezkedett. Viszont van egy Ceballosunk. Alonso nem bírja birtokolni a labdát. Na mindegy. Jól van, figyelj, végül is nem rossz a helyzet. A maroknyi fradista nagyon örül, hiszen könnyed mérkőzésen 2-0 egyenlőre. Nézzük már az ellenfél csapatát, ez nagyon fontos, mármint engem nagyon érdekel. 69-es Sam Smith, aki kapufát lőtt. Knips 67-es, Xavier Sanchez 66-os. 63, 61, 67, 61, ez majdnem 50-es játékos bakker. 58-as a kapusuk. Ahhoz képest az a védés egy 58-as kapustól, amit az első lövésünknek bemutatott, az kifejezetten jó. És további 60-as játékosok egyébként még a padon. Hát nincsen 70-esük. Nincs, egyáltalán nincs egy darab 70-esük se. Nekünk meg nincsen 60-as szerencsére a csapatnál, bár 70 alja az azért van, de észrevehetetlen fiatalokból áll. Nekem Botka... Nagyon gyenge. Én Knostert vagy Essityt még bevetném. Nem tudom melyiket kéne, inkább Essityben bízok. Aztán meglátjuk, Lajduni lesz a csapatkapitány. Még Mahé is az eredeti csapatból van, Essity is az eredeti csapatból van. Sajnos viszont a pontszámukon ez meg is látszik. Csivics is az eredeti Ferencvárosból van, mint egy Botka is. Szóval egyáltalán nem lehet azt mondani, Marquinhos. Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy itt mindenkit elküldtem a francba, és ez egy nem is olyan Ferencváros. De, hát azért vannak eredeti játékosok. De egyértelműen fejlesztettünk is, meg magyarosítottunk is sok pozícióban. De most Szalajati lemegy, viszont Kerkez egy másik magyar meg jön be. Úgyhogy nézzük is akkor most, mire megyünk ez a Cambridge ellen. Kicsit fejlesztett csapat. Alonso továbbra is szar, tehát le sem volt. Nagyon rossz. Viszont azért érdekel, hogy ezek a srácok hogyan teljesítenek, meg hát kerkeznek, fejlődnie kell, neki kell a meccs. Minden meccs számít, hogy mindent megtapasztaljon. Ugyanígy Van der Voort, nagyon-nagyon nagy dolog lenne, ha ő ezt most itt kapott gól nélkül be tudná fejezni. Segítek neki, tehát mindent meg fog tenni ennek érdekében. Reméljük, hogy te jól fog tudni védekezni. Ez egy eladott labda. Megnézzük az ellenfél, mire megy. Southamptonba megy Coates, átigazolásokkal terelik el a figyelmem, ez pedig egy szöglet. Hiába esett el Cambridge játékos. Nem. Itt a szimuláció, esés szimuláció pontja is 50-es, 60-as. Úgyhogy nem jól szimulált el, hogy kiváncsoltam. Bezzeg Ronaldo-nak, 99 meg Neymar-nak. Na szóval Bennett, Tracy, lögdösődések, azaz, kis ketrec harc, a focipálya ketrec, Van der Voort már a kapus, jó van, jó ez, aha, kinek men? Halló, kinek ment ez a lövés, Dunk?
Menj oda! Ó, azt hittem, ott fog elmenni. Nem baj, Lágyuni. Alonso, és mekkora paszt ad Alonso. Adamu, óriási jó helyezkedése. Ezt már onnan be kell lőni. Chadwickbe belelőjük a labdát, mert egy 58-as kapus, az kb. Tényleg egy tábla a kapuba. Képesek vagyunk egy táblába belelőni. Mai fejesen nem jön össze. Lajdunit néhány sérülés veszélyes pozícióban találtuk. Mármint, hogy éppen rátartott az ellenfél. Az jó. Nagyon pontos szerelés, csak a passz lenne ilyen pontos. Tracy. Figyeljük, hogyan mozog. Elment keresztbe a labda. Ilyet azért mondjuk Premier League-ben már rég bevernek és gólt ünnepelnek. Egy ilyen lehetőség után. Lajduni, Alonso. Nagy játékosok ezek. Azaz, Vega megy ki a szélre. Kis cselek után Dunk úgy ellopja a labdát a lábáról, mintha csak valami futszál meccsen lennénk. Na, nem sikerül megint labdát szerezni, vagy megtartani. Hihetetlen. Hihetetlen rossz játék. Tracy, azaz Csivics. És akkor ez menjen inkább hátra. Van der Voort, nagyon, nagyon tricky ez a Van der Voort. Majd egy Mai Csivics. Szabályos. Ott egy üres lyuk. Alonso előtt az üres lyuk. Még meghúzna egy csel, de inkább nem teszi. Vissza a passz. Hát ez megint nem tudom mire vélni. Egy az egybe vittük a kapusra. Nem tudtunk gólt lőni majd a kipattanóból se. Ez gyenge. Ez gyenge teljesítmény. Egyenlőre csak Lajduni tudott gólt lőni ezen a mai meccsen, ami számomra meglepő, mert egy védekező középpályás. Totál is meglepődés, hogy Lajduni ennyire nyomja. De nagyon örülök neki persze. Na, hogy itt aztán Lajduni nevét, meg Van der Voort nevét skandálják a szurkok már többiek. Hát... gyengék. Én sokkal jobb teljesítményt vártam volna magamtól is ezzel a meccsen, de legalább tovább jutunk. Ha minden jól alakul, ne kiabáljuk el. Nézzük, Dunk. Bedobással. O'Neill. Warman. Smith. Van der Voort védése. Na, túl sokat akcióznak ezek a Cambridge-esek egyébként. Idegesítően sok támadásuk van. Az szép passz! Az milyen passz volt, Adamu? Ott futott Vega alul, oda kellett volna adnom, de hogy ezt ennyire elrontani, azért ez gyönyörű volt. Mai, Ray, az is jó. Bele az emberbe. Ray, Alonso, ki a szélre, Csivics. Csivics passza nem jó. Az még mindig a miénk lehet, vagy szöglet éppenséggel. Egy csere szabályszert, Gavi, jöjjön. Teljesen okés. Ilyen bejtett labda, nézzük ebből, mit tudunk kiharcolni. Egy gólt, Adamu. És ez szép találat volt, ez egy szép fejes volt. Adamu belövi. Majd kortyol egy kis meleg tát, mert amúgy hideg van. Hiszen december, januárban, bocs, január. Réhet, már kinyosz ki a szélre. Ezzel tényleg muszáj így letarolni a Cambridge-et a maradék időben. Nem adhatunk neki túl sok lehetőséget, hiszen legjobbjainkat is behozom, Gavi is. Márkinyosz is jön. Remélem, hogy ez látszódni is fog a játékunkon. Alonso. Gyere, Alonso, mutasd meg. Nagyon-nagyon nincsen terület előtte. Lajduni. Mester 3-as kísérlet. Nem jött össze. Vagy mégis. Lajduni ismét elbuktatják. Nem 11-es. Hihetetlen. Mondjuk inkább elestünk a földön fekvőbe, mint hogy buktattak, de... erről ne szóljátok senkinek. Lajduni ismét. Lajduni nagyon megy azért a gólért. Lajduni! Lajduni! Lajduni mester ármas! Nem klasszikus, mert közbeszólt Adamu, tehát nem egymás után szerezte, de akkor is mester hármas. Óriási! Aissa Lajduni! Olé! Azt figyeld! Így tombol a Fradi csürhe. Hát ez... gyerünk, kattanj be, Lajduni bekattant. 3 gólt vágott a Cambridge-nek. És ezzel oda csapott az asztalomra, hogy a kezdő csapatban a helyem, te madár.
Ez nagyon durvá jó. Hát ezért padozik Ceballos, mert Lajduni ennyire komoly. Hogy tolja? Hogy tolja? Hihetetlen. Esziti is szépen levédekezett. Nem lett 11-es. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Teljesen jó. Hui! Wanderwart! Bocsánat. Wanderwart! Nem akar gólt kapni. Ez megint nem rajta múlott. Azaz mellé. Felpattan ott a padokon, pattan végig a reklámtáblákon. Alig vannak már oldalt szurkolók, már mindenki hazament, megkezdődik a Forma 1, vagy bármi. Milyennél izgalmasabb mérkőzés, bár egyébként a 4-0 az azért nem rossz, csak nem a Cambridge szurkolóknak, ugye? Egy Marquinhos felé átpasszolós szituáció, de hát nem is ért el, nem is tudta átvenni a labdát Marquinhos. Gallardo. Ott Alonsoval összecsapnak. Gavi, Pablo Gavi, azaz Lajduni, még egy jó passz, Vega, Vega, próbáltam volna lőni, de hát hova, meg mit? És ez egy elfutás lehet? Nem? Nem, többen is ott voltunk, Kerkez is, Gavi is, Alonso, eszeveszett trükkök, majd Marquinhos, nagy lövés helyett szöglet. Még ezt engedni fogják, úgyhogy izzomból belőjük a szögletet. Aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Semmi. Gavi. Alonso kapásból borzalmasan rossz. Ez az Alonso, az nem tudom honnan szerezte azt a sok gólt, amit az elején rugott. Mostanában nagyon béna, nincs formában. De a többiek igen, főleg Lajduni. Jól van, srácok! Hibátlan, nagyon komolyan megnyertük ezt a mérkőzést, az ellenfelet elcsitítottuk, alig maradtak már a stadionba páran. Lajduni elteszi emlékbe, ez hihetetlen, Mester 3-as szerzett, ez teljesen döbbenetes számomra. Lajduni nagyon tudja, hogy mi fán teremnek a gólok, Fradi fán. Úgyhogy megyünk tovább. 1000-rel 17 lövésünk volt, amúgy egészen meccsbe tartottuk a Cambridge-et, egyszerűen nem tudtak így befejezni, ahogy mi. Nincsenek ilyen jó játékosok, illetve a kapusuk is gyenge volt. Ilyen meccsek után szívesen nyilatkozok, itt vannak a további eredmények, Arsenal is tovább jutott meg még jó pár csapat az FA Kupa következő fordulójába. Elképesztő győzelem volt, meglepette, egyáltalán nem, világklasszis szinten játszottunk, ez azért megalázó az ellenfél szemben, hogy ilyeneket mondunk le, egy kicsit tisztelettudóbbak, Lajduni fantasztikusan játszott ma, egészen döbbenetes, hogy hogyan nyomja, úgyhogy nagyon örülünk neki. Na, most viszont keressünk pénzt is. Aha. Ha Fabio Blancoval kapcsolatban ő mérges kezd lenni, úgyhogy az így nem jó. Ja, hogy igen, hogy nem is tudtunk vele megbeszélni semmit, mindegy. Nem tudtunk vele dülőre jutni. A lényeg, akiket itt kinéztem magamnak, ez az Alexandro, Di Maria, illetve ez a Weisbeck, akik engem nagyon érdekelnek, főleg ez a Weisbeck, ő benne még potenciált is látok, a többiekben nem, tehát az ők majd úgy eltengnek, lengnek, de a többiekben látok potenciált viszont. Úgyhogy erősen elgondolkodtató, hogy akkor most hogyan tovább majd. Egy picit pörgessük meg itt a napocskákat. Marquinhos transfer offer, ez ki? Ja, megtörtént, Mukoko a Leicester Citybe fog játszani, pénz és Dansbury Hall, tehát egy pontszámban jobbat kaptunk, mint Mukoko, kettővel ráadásul, csak annyi az izgalom benne, ugye, hogy hát azért Mukoko nagyon sokat fogott fejlődni, de majd túléljük, nálunk nem volt annyira jó. Oké, Marquinhosra jött egy transfer offer, egyértelműen elutasítjuk, tehát ez szóba se jöhet. Jó, úgyhogy most akkor hogyan állunk? Mi a szitu? Most van lóvé a háznál, jó. Eladni ezért is muszáj volt így valakit, hogy legyen pénzünk is egyáltalán. Úgyhogy most akkor tudunk menni a transfer hubba. És akkor elhozni azokat, akiket szeretnénk. Triple igazolás, vajon összejön-e? Azért triple igazolás, az durva lenne. De muszáj ilyeneket is csinálni. Nem akar minden meccsen szerepelni, Alexandro ezt belátja. Egy két évre én örülnék, ha aláírna.
Aláírna. Jó, aláírja, szuper, nagyon jó. Pénzt akar, meg clean sheet-eket. Clean sheet-eket megadjuk neki, mert úgysem fog összejönni. A aláírási bónusz az viszont egy picit azért lejjebb. És a fizu is egy kicsit lejjebb, mert már nem vagy akkora sztár, mint annó. Jó, oké. Tetszik neki. Jön a Ferencvárosba, Alexandro, nagyon boldog vagyok. Főleg ingyen, hát ez így a legjobb deal volt. 76-os, jó lesz, jó lesz. Teljesen jó lesz ő. Megnézzük majd. Jó, a következő Ángel Di María 10 milliót ér. Az mondjuk még egész komoly pénz, 10 millió. Ez az egészen jó. Squadról, hogy mit szeretne, hát csereként tudom alkalmazni. Ő fontos szerepet akar a keretbe. Jó. De most... Egy évre. Mi van, ha rányomok egy két évet? Ne kell mindig szerződés hosszabbítani. Aláírták, vagy elfogadják. 38 évesen is itt futballozik majd Ángel Di María. Az, hogy hanyas lesz, az már egy jó kérdés. Nem akar kivásárlást, ez teljesen oké, és pénzbe is szeretne. 5 pályára lépés után az kapufa, azt nem. Viszont a többit megadom neki. Úgyhogy el is fogadták. Nagyon jó. Jól van, jönnek az új játékosok, reméljük, hogy a fizetésükre is lesz lóvé. Ez is egy jó biznisz volt, 77-es Ángel Di María, és ez a Weisbeck az, aki még nagyon-nagyon érdekel engem. Csak azt nem tudom, hogy ennyi középpályás, ami a tökömet fog csinálni, nagyon sok a középpályás. Néha akar játszani, nagyon ritkán. Az nekem jó. Fejlődjön csak szépen, és akkor boldog leszek. Meg hát Premier League csapatnál van, nem akar kivásárlást, és a fizetése is kb. Ugyanaz, mint Di Mariáéknak. Úgyhogy ez meg azért jó nekünk, mert akkor a játékos pontszáma is nagyjából ott lesz. Elfogadják, jól van. Igen, akkor a játékos pontszáma is nagyjából ott lesz, szerintem 75 fölött van. Szerintem 75 fölött van. Nézzük, 75! Akkor nem nyertem, mert én azt mondtam 75 fölött. 75-ös? Oké, oké. Ezeket akartam leigazolni, és srácok, szerintem most már nagyon kifullasztuk ezt az átigazolási szezont. Nem látom, hogy itt hova lehetne többet. 8. helyen vagyunk a Premier League-ben. Ezt kéne azért növelni, vagy hát előrébb jutni. Úgyhogy lassan mérkőzés jön. Nagyon izgatottan várom. Nézzük, hogy miről van szó itt a cseten. Alonsoval beszélgetünk egy kicsit, meg Lajdunival. Jó. Ja, még vissza-vissza az e-mailekhez. Na, már miről van szó? Szalai Atit vinnék. 36 millióért, ez minden eddiginél nagyobb pénz, amit kérnek Szalai Ati, vagy adnának Szalai Atiláért, de nem. Mert nagyon-nagyon szeretem. Nagyon fontos tagja a védelemnek. Illetve itt vannak Vargának pozíció, change, cuccok, meg kaptunk egy kis pénzt is, mert tovább jutottunk. Na, amúgy is át kellett volna nézni a fejlődéseket, úgyhogy ez itt teljesen tökéletes. Átváltottuk a pozíciót, marad ugyanúgy, ugyanabba a pontszámba 67-esen Varga Bálint, ami nagyon gyenge egyébként, tehát ez katasztrofálisan rossz. Viszont a többiek szépen fejlődnek, ezt nem tudom, hogy most itt kiket érdemes még átállítani. Ezeket megnézem mindenféleképpen. History of Books, tehát történelemkönyvekben lesz. Egy világbajnokot igazoltunk, ne felejtsük el, Ángel Di María világbajnok. Úgyhogy ezt azért durva kimondani. És sokat segített ezáltal a csapatnak. Oké, vissza fog fejlődni, nem tudunk egyszerűen mit tenni. Bármit csinálunk, vissza fog fejlődni, úgyhogy... Ez baj, de hát ez van, ez van. Jó formába kell keríteni, és akkor talán kevésbé fog visszafejlődni. Réj, a többiek szépen fejlődnek. Weisbeck, ő benne bízok, hogy még fejlődhet. Így is van. Ő még elég szépen fejlődhet, ahogy látom, úgyhogy ez jó hír. Ez jó hír. Ez a Baker, ezt nem is tudom, hogy ő egyáltalán fejlődhet-e. Fog fejlődni, de hát... Na mindegy. Dansbury Hall! Dansbury Hall! Na mutasd, 26 éves vagy. Jó, 39 hét múlva fejlődik, box-to-box játékosra fejlesztjük, teljesen király. Lajdunival mi a szitu? Ő még fog fejlődni? 80-as, az eléggé szexin néz neki.
Na, majd 59 hét múlva fog fejlődni. Kerkezünk, 82-es, neki minden jó be van állítva? Igen. Nagyon-nagyon jó. És a többiek is szépen, ahogy látom, haladnak fölfelé, úgyhogy teljesen boldog vagyunk. Alexandro 78-as, ez kifejezetten jó amúgy. És 8 hét múlva fog, nem, 7 hét múlva, ha ezt választjuk, akkor 7 hét múlva fog lefejlődni, úgyhogy az még úgy egészen jónak tűnik, a többieket meg már ismerjük igazából. Jól van, figyeljetek, akkor menjen a dolog. Nézzük meg az új játékosainkat is. Én szeretném őket látni. Cserki, Burkár, Traoré, Coutinho, Dendonker, Douglas Luiz, Lenglet, Lotomba. Fú, vannak jó játékosok. Nagyon az Aston Villánál, nagyon figyelnünk kell, hogy mi is azért jók legyünk. Viszont most már eléggé mély a keret, és Ángel Di Mariát azon nyomban megnézzük. Az összes új játékos szeretném megnézni, Alexandrót is. És Van der Voort nagyon jól védett, úgyhogy én szeretném megjutalmazni egy csapatba kerüléssel, mint ahogy Lajdun is fantasztikusan jól játszott. Úgyhogy ő is bekerül a csapatba. Egy csatárosan fogunk játszani. A formáció az valahogy egy csatárosra fog kinéződni. Így, ez jónak tűnik. Marquinhos lesz legelől, és itt pedig megnézzük ezt a Weisbecket és a Dansbury Hall, tehát ez most arról fog szólni, hogy miért vagy ilyen rossz kedvű? Mi van Dansbury Hall? Ilyen rossz forma mutatóval rendelkezik Dansbury Hall? Nem. Csak ennyire nem szereti ezt a pozíciót. Akkor mit szeretsz? CM vagy, mit szeretsz? CM legyél? Tessék, CM. Boldog vagy? Boldog vagy. Akkor csönd legyen. Jó, szóval a többiek. Átrakjuk ide Di Mariát, Gallardo-t oda. Gallardo helyett erre az LV-re kéne valaki, úgyhogy Vega mégiscsak játszani fog. Csak a másik szélen. Nem sikerült szimmetrikusba hozni ott a dolgokat, azt látom, de most már mindegy. Afif visszafejlődött 81-esre, Afif. Ó, a hülye sérülés miatt visszament Afif, szegényem. Hát sajnálom egyébként nagyon ezt az Afif gyereket. De hát most mit csinálják a lát? Szomorú az ő története. Még megnézzük a Békert is. Így szerintem figyelj, ez egészen jónak tűnik. Még egy védő is legyen azért ott. De jó lesz ez. Figyelj, ott van Alexandro, ott van Ahendi, Maria, Dansbury Hall, Weisbeck. Négyes igazolás! Hát a Dansbury Hall is új igazolás, csak csere volt, de akkor még új igazolásnak számít. Négyes igazolást csináltunk, te jó ég, négy új játékos a Fradiba, valamilyen címet adok majd a videónak, azt a mindenit. Lajduni az előző meccsen 3 gólt lőtt, ezzel reklámozzák a meccsfüzetben. Nagyon kíváncsi vagyok a játékosokra. Villa Park, nagyon nagy aréna, fantasztikus történelmi, klasszikus angol stadion, 4 fő lelátóval. Egészen kultúráltan néz ki, és vonulnak ki a mi játékosaink is, és ott vannak már az új szerzemények is, ott van Alexandro is. Nagyon érdekel majd, hogy játszanak ezek, mert onnantól tudok majd így gondolkodni, hogy hova kell őket pakolni. Ott van Ángel Di Maria, szevasz papa, hello fiú, nagyon király, jól van. Hát várom, kíváncsiak az irányítása, a cselező képessége, ez még mindig megvan-e. Azért a skill move-ok az nem szoktak leöregedni, meg elromlani. Jaj, sebesség az igen, de az már más kérdés. Gólokat várok itt a csapattól. Na nézzük, Traoré. Majd egy Lotomba. Dendoker, így legalább van merítésünk a keretből, hogy ilyen bőre sikeredett. De azért majd szeretnék eladni játékosokat is. Alexandro. Megoldottuk, annyi a lényeg. Szalajati. Kis forgolódás után egy passz Ángel Di Mariának. Majd Kerkez. Hoppá. Dansbury Hall, passzol Marquinhoshoz. Ott egy jó beadás. Ó, szép fejes. Nem mondom, hogy szép fejes. Ángel Di Maria szöglettel. Már nem csak Vega tudja elvégezni így. Te sérülés gyanús eset. Alexandro visszapörgeti. Beadás is jó lehet. Kicsit lassan repült be az a labda. Jó ez a felállás? Ön összekavarodottnak érzem. Igen. Ezt nem értem amúgy a FIFA-ban, hogy miatt tökömért kavarja össze.
Totál összekavarta. Köszi. Köszi. Nézzük már az MF játékosét, ha már itt vagyunk. Csak egy gyors átnézés, már sokszor láttuk ezeket. Coutinho a 82-vel, meg a Burkart a 83-mal elég para. Kim 83, hát igen. És maga a kapus is. Mamadashvili 83-as, és van ott El Sharvey, volt rómás nagy sztár, most már kisebb sztár. Jó, komoly a villa. Na nézzük, Burkart a legjobb 83-mal, úgyhogy rá figyelni kell, felkülül egy csatár egyébként. Szalajati feltartja egy kicsit, blokkolja itt a szituációt, tetszik. Van der Voortnak fel kell nőni a feladathoz, ő nem egy rossz kapus, ő nem egy béna cserekapus, ő inkább csak egy ilyen egyenrangú partnere, mint amikor Donnarumma is ott volt Navasszal a PSG-ben, én teljesen így képzelem el, tehát senki nem cserekapus, itt hanem más-más szerepek várnak rotáció folyamatban. Dendokker, Douglas Luiz, Raoré, az nem túl jó becsúszás, nem volt szabálytan, csak semmire nem mentünk vele. Alexandro lassú, Traoré egyáltalán nem tudja utolérni, ez szomorú. Új, Van der Voort, egy jó távoli lövés kellett is az ő képessége. Burkart, hogy kipasszolgattak? Van der Voort mekkora formában játszik? Mindent kivéd. Azt is. Ez a Van der Voort, ez gyönyörű. Ezért jó, hogy valamikor Lunin van jó formában, valamikor Van der Voort, nagyon tetszik. Kerkez Milos. Ki gondolta volna, hogy a Fradiba Kerkez és Ángel Di Maria fog passzolgatni, illetve, hogy Marquinhos gólt lőni a Villa Parkba. És a szurkolók már ki is találtak egy dalt Marquinhosra. Az a címe, hogy Marquinhos. Marquinhos, 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 Marquinhos. De nem tetszett nektek a dal. Nagyon kreatív. Most találtam ki. Ki gondolta volna. Coutinho. Ő is hatalmas sztár volt annó. De itt jó levezetés a Villába azért 30x évesen. Óriási esés volt. Jézusom, mekkorát estek. Jó, hogy nem tört ki a nyaka két játékosnak. Lotomba Traorénak. Jaj, Attilám. Hú, Van der Voort. Mekkorát véd. Jézusom. Azt a mindenit. Többenetvédés. Meg volna kellett volna lennie. Visszament az időbe és kivédte. Weisbeck. Hüde nagy cseleket nem tud. Már én nyomom a cseleket vele, ez már nem tudom, 20-hanyadik, amit kipróbáltam vele, és nem adja be. Úgyhogy ő inkább valami jó passzolós játékos, inkább annak hírében áll. Lajduni! De közel van most már Lajduni! Azt lőni is lehet, kapufa! Annak is a csücske! Ó, Lajduni! Szegény, hogy ez nem ment be. Ez milyen morálnövelő lett volna a Premier League-be is egyből gól. Reméljük, még lesz lehetősége ilyesmire. De ha jó védő munkát rak le, nekem az is megfelelő. Arról mégis csak egy védekező középpályás, de nagyon jól tud lőni ezek szerint. Van der Voort macska szerűen vetődik ki. Egy Traoré féle csúnya becsúszás. Dansbury hol? Weisbeck. Dansbury volt már egyből felrúgnák. Nem szeretik a villások, Weisbeck pedig ezt nem bírja befutni. Lenglé. Majd egy Burkart. Sokan vesszük körbe, az a jó. Alexandro, ha ott elmegy, azért feküdtem le a földre, ha ott elmegy Traoré, az nem jó nekünk, Alexandro megoldja. Dansbury hol? Egyelőre meg vagyok elégedve a játékosokkal, teljesen jól játszanak. Hozzák azt, amit én szerettem volna, hogy stabil, jó játékot nyújtsanak. Ez az Alexandro, arra kell figyelni, hogy lassú már, de egyébként meg tudja, amit tudni kell. Ángel Di Maria, szélen Dansbury hol. Di Mariával passzolgatnak. Kerkez mutatja, hogy ott megy. Di Maria próbálna, még meg is tartja. Ennyit tud egy világklasszis játékos, hogy ilyen rossz szituációkban is képes extrát nyújtani. És a védekezésbe is ilyen segíteni. Coutinho. Denayer, belga fenevad. Dendokker. Azt vissza Alexandro. Hoppá, jól megetették, Traoréval itt el lesznek az oldal vonalnál. Ó, de csúnya odarugás! Ajjajjajjajjaj, passzolni akartam, a passz gombra rugott így odat, nem a becsúszás gombra, az a durva az egészben. Sárgala kinézőben van, ez a Csivics hasonmás.
ki ez a, ez a Weisberg, ez full úgy néz ki, mint a Csivics amúgy, nagyon durva. Ez egy szép emelés Vanderbiltnak, köszönöm szépen, már egyből indítaná is. Weisberg, Alexandro, Alexandro, na most mutasd meg! Most mutasd meg, mit tudsz csinálni, Vega elhozta neked az embert, be is lehet azt adni, Vega tovább fejelné, ú, de jó lett volna. Már csak egy 11-es, már csak egy továbbfejelős szituáció. Nem tudunk odalépni sehogy se. Denayer, ú, is lemarad. Burkhardt, Szalajati. Most már zónát kell védeni. Alexandro, Attila a zónázó vonat. Megjött, elfejelte. Weisberg. Szép, és ott alul látom futni Alexandrót. Óriási tempó. Honnan szedte össze ezt a tempót? Hihetetlen. A beadása pedig majdnem jó. Még mindig ott a labda, nem 11-es, sajnos. Dendoker. Máskor több pénzt adunk a bírónak, hogy ez 11-es legyen. De talán így is meg lesz ez a mérkőzés, nem kell ilyeneket csinálni, ilyen lefizetéses korrupcióba átmenni. Attila, ne! Sárga lap durran Szalai Attilának. Elkésett cserki szembeni becsúszás hátulról. Nem szép, nem szép. Hiába ért labdát, az csúnya volt. Burkhardt, nem Vanderbilt, mindent nem védhet ki. Sajnos nem. Pedig milyen jó lenne, ha mindent kivédhetne. Nem számítottam rá, hogy középre lövi. Francba. Francba bizony. Na nem baj. Weisberg. Egy-egy az állás. Meg kéne nyerni ezt a mérkőzést. Hoppá! Mari! Marics Peti, azaz. Nagyon komoly ez a Mari. Hát, ez hihetetlen. Dansbury Hall. Levágódik, még egyszer, megint levágódik. Kemény a Ferencváros. Reméljük, ez góllal is fog párosulni ez a keménység még, mert az egy-egy, az kevés ide. Természetesen jobb játékosokat mindig tudunk behozni, ez azért nem egy fullos keret, amivel vagyunk, új játékosokat próbálgatunk ki. A Weisberget én azt mondom, hogy eleve sárga lap, szerintem eleget játszott most már. Palacios szeretném behozni, ő is szereti azt a pozíciót. Jó, Gavit is be kéne hozni a Dansbury Hall helyére, az erősítsük meg ezt a csapatot szerintem, illetve a Csivicset, az Alexandro helyett. Alexandro elég durván elfáradt egyébként. Sokat fejlesztettünk, szerintem a Csivicsen se lett rosszabb a csapat. Azt hiszem, hogy most itt az ideje, hogy akkor bevasaljuk ezt a győzelmet Gavival főként. Tehát a legértékesebb játékosunk a keretbe. És Palacios úgy szintén, ez nagyon-nagyon komoly középpálya erősítés, amit hoztunk ide. Róla kell párosulni a Vanderbilt. Szegény az a 11-es, az kár érte. Kerkez Milos. Még cselekre is futja. Jó passzra már nem. Az nem volt akciós a sarki ABC-ben. Burkhardt, Coutinho, Cserki. Odarugunk egy picit. Robinson, Attila, Palacios. Ángel Di María, fúzd meg, fúzd meg! Kevés lesz a tempó, jó passzra mindig futja, nagyon jó. Palacios nem lehetett ott azt elvezetni, nem tudom mit gondoltam, hogy ott el tudom vezetni. Kimpembe megy a Chelsea-be, akkor Kimpembe találkozni is fogunk. Volt egy kis szabálytalanság, de mehet tovább a játék, Kerkez pont akkor. Visszafújja ez a... Oké, visszafújja. Szerintem jó lett volna nekik a bedobás is. Az Aston Villások se értették, miért fújja vissza. Nincsen hazai mérkőzésünk, most jövök rá, hogy ebbe a karrier részben nincsen nagy fradi szurkolás, mert nincs hazai mérkőzésünk se! Vanderbilt! Vissza! Hoppá! Azt figyeld, FIFA Street! Attilán mondja, hogy állj és ne tovább! Elviszi a labdát, könnyed csel után. Gavi. Ó, Gavi! Néztem, hogy kinek lehet adni, és megálltam. És ez volt a butaság a részemről. Ú, de nagy hülyeség volt a részemről. Ezt Gavival én hoztam össze. Így megálltam ott. 58. perc. Fejeljük ki valahogy, nekem mindegy, hogy hogy. Ki van elől? Megpróbáljuk kidobni. Az jó, Marquinhos volt elől. Néztem a minimappon, hogy mondom, kinek lehet ezt adni. Volt ott játékos. Csivics! Na gyere, Csivics! Ó, fantasztikus cselek! A beadás! Marquinhos lószal. Katasztrófa. Már bíró akkor mutatott a kirúgáspontra.
mikor már Marquinhos szépen lőni próbált, mert látta, hogy szar. Oké, Szalajati, Vega. Nagyon jó, labdakezelés, csillagos ötös. Játékos átverés nem rossz, csak elveszítjük a labdát utána, de vissza is szerzi. És nem tudja már, nem tud el mit csinálni, úgyhogy ez baj. Vegának melóznia kell, hogy itt legyen valami eredmény is. Ott van Marquinhos, majd megoldja a melót mindenki helyett, hiszen gólt lő. Marquinhos, 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 Marquinhos. 2-1. Ez az. Hát ez. Ez egy fantasztikus gólöröm. Marquinhosunk. Végre. Végre működik a Marquinhos. Beindítottuk, beröffentettük a V12-es Marquinhos-t. Már csak 10 gól hiányzik. Na nézzük akkor. Dendokker. Nem tudunk oda menni. Mint hiába próbálkozunk. Az jó. Ó, Palacios-t szétgyötörték. Ketten rúgták fel. És a bíró ebből semmit nem vett észre. Van der Voort. És jönnek be új játékosok a villába is. Nem hagyják magukat. Traoré le. Bowen be. És Bowen jó játékos. Bowen nagyon jó játékos, úgyhogy figyelnünk kell majd rá. Nem olyan gyors, mint Traoré, de lövésben, passzban, mindenben jó. Palacios. Marquinhosnak a labda. Marquinhos. Gyere. Add be valakinek. Ó, pedig... Di Maria, az mekkora... Ezt be kell lőni. Az mekkora lehetőség. Ja, Istenem. Meg lesz Luis. Uha. Gyere, Luis. Gavinho. Szalajati. Cserki. Kerkez. Ati. Ne! Bú! Kapufa. Ne! Jó, Van der Voort. Most kétszer szartam össze magam teljesen. Úgyhogy alsó hangon kell itt alsógatját cserélni. Alsó hangon alsógatja, össze-vissza beszélek. Azt sem tudom, mi van, de Vegával kéne egy jó helyzetet teremteni. És a beadásomat úgy leszette Dendonker, mintha csak valami rossz passz lett volna. Robinson. Kerkezen nem mész túl. Kerkez még passzolva oda csúszik, hát becsúszást nyomtam és passzra is jó lett. Hibátlan Kerkez játéka. Nagyon-nagyon komoly a fickó. Burkát. Ati. Atit megetették. Attillát megetették. Nem tudom mit evett, de hát beletömtek egy fánkot, az biztos. Azt a mindenit. Körbefánkozták Attillát. És ráadásul csok is. De rosszul szereltem. 2-2 az állás. Nincs eldöntve a Villa Parkba ez a nagyon fontos Premier League mérkőzés. Vagy Vega mégis eldönti, honnan szedte elő azt a tempót. Körbeautózik mindenkit. Vegiño. Honnan szedte elő azt a gumikezelést, azt az extra tempó. Ez hihetetlen. A turbó nyomása maximumon. Ekkora elfutást, én nem tudtam, hogy Vegában még van ilyen tempó. Előzés gomb be, szevasz. Azt a kutyafáját. Na, csak tartsuk meg most már. Tartsuk meg, semmi más nem szeretnék, mint megtartani. Palacios, összeszedi. Összeszedi Palacios, nem tud vele mit csinálni. Kicsit húzzuk az időt, arra jó ez a támadás. A kapus meg nem tudom, mit csinál. Nekik rohanni kéne az eredmény után, ehhez képest vezetgeti a labdát, majd csínybe adja. Gratulálunk neki, köszönjük szépen a rossz teljesítményt, 83-as kapus, ilyet tud. Bowen, Douglas Lewis. Mekkora cselek. Aha, szarra se jó, ismerős, én is szoktam ilyet csinálni. Ángel Di Maria. A Fradiban. Tud az öreg, Di Maria. Palacios. Ők ismerik egymást, válogatottba is együtt fociznak. Már nem Kerkez, meg Palacios, hanem Di Maria, meg Palacios a középen, meg Marquinhos, Gavi. Futás van. Lemaradtunk róla Kerkezzel, úgyhogy itt üres a terület most. Attilában jó durva szerelés, tőle megszokott módon. Robinson. Vissza Ángel Di Maria. Kipasszolgatják. Menjünk rá, hozzuk rá Attilát is. Ketten kellünk oda. Van der Voort. És most már ez a két perc lepörög,
nem dobja ki, bohóckodik egy picit, még a sárgalap is belefért volna, majd akkor átrúg a labdába, hogy a védőknek kell összeszedni, ami további időpörgés, és lefújja a mérkőzést dupla győzelemmel a Ferencváros karrierbe végre. Négyes igazolással jól működtek az igazolások, fejlődtünk, pénz is állt a házhoz, Mukokótól elköszöntünk. Hát ez zseni volt. Ez zseni volt, kevesebb lövés, de jobb labdabirtoklás, pontosabb találatokkal. Megnyertük a mérkőzést. Fantasztikus, nagyon nagy öröm most a csapatnál, ki volt a legjobb, Marquinhos 2 gólt is vállalt, elképesztően jól játszott. A csapat nagy része számomra azért ilyen 5-ös értékelésnél, 6-osnál jobban játszott, jó volt ez, úgyhogy tökre örülök, Palacios 2 asszisztot is vállalt, Vega is lőtt gólt, a meccsembere mégis Burkhardt lett, ahogy érzik, én engem az eredmény érdekel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt. Ez igazán izgalmas, szerintem eddigi hónapok legjobb Fradi karrier része, de lehet csak azért mondom, mert dupla győzelem. De ez nagyon fontos azért, hogy meneteljünk a Premier League-ben. Legközebb találkozunk majd következő részben. Addig is jók lehetek, sziasztok!